Sziasztok! Lássuk, hogy a következő 48 órára mit mutatnak a lapok. Itt az egyes csoport, a kettes csoport, ahogy szoktuk, és fogjunk is hozzá, ha eldöntötted, hogy te melyiket választanád. Lássuk, hogy akkor az egyes csoportot választóknak mit mutatnak a lapok. Egyes csoportot választók, mire számíthatnak a következő kettő napban, onnantól kezdve, hogy rájuk talál ez a videó, hogy megnézik ezt a videót, mire számíthat az egyes csoportot választó, amikor megnézi ezt. Mit mutatnak a lapok? Kijött rá a gyűrű, a róka, a szerelem, az útkereszteződés és a kert lapja, és ebből én azt látom, hogy nagyon biztatok egy kapcsolatban. Sőt, az is lehet, hogy nem csak biztatok benne, hanem azt ígérte nektek a másik. És akkor itt most ez a kapcsolat, ez nem biztos, hogy szerelmi kapcsolódás. Ez lehet ez a kapcsolat, ez munkakapcsolat is, baráti kapcsolat is, ez családi kapcsolat is lehet. A lényeg az, hogy ez egy kapcsolat, amelyiknél, hát olyan, mintha megígérték volna nektek, hogy ez jól fog működni, ez hosszú távú lesz, ez itt minden nagyon jó lesz, viszont azt mutatják a lapok, hogy lehet, hogy most ki fog derülni, hogy az egész ez így nem volt igaz. Vagy legalábbis, ha nem az egész, de nagyon-nagyon sok minden volt benne, olyan, ami üres szavak voltak csak, és nem volt mögötte igazi tartalom. És lehetséges, hogy maga az érzés sem volt teljesen tiszta és őszinte a másik részéről. Tehát, hogy nem biztos, hogy jó szándékból ajánlotta nektek fel ezt az együttműködést, ezt a közös kapcsolatot, ezt a közösködést, mondjuk így. És amikor erre így ráébredtek, akkor úgy érzitek, hogy Úristen, nekem most ebben akkor el kell döntenem, hogy most lezárjam, vagy mit csináljak vele, vagy tovább vigyem, vagy hagyjam így, nem mondjam el neki, hogy én rájöttem. Szóval nagyon-nagyon sok lehetőségetek lesz utána, amikor ezt így ráébredtek a valódi helyzetre. És a dologban a nehezítés azt fogja jelenteni, hogy ez teljesen a nyilvánosság előtt zajlott, és ezért úgy gondolhatjátok, hogy akkor ezért titeket mondjuk rosszul érint. Tehát ugye, hogy lenéznek, meg kis butuskának gondolnak, hogy jó, belementél ilyenbe, meg hát hogy gondoltad, meg mit gondoltál, te azt hitted, hogy ez tündérmese, vagy azt hitted, hogy neked is jár az, ami másnak. Szóval, hogy ez mind-mind benne van ebbe a döntéshelyzetbe, és ebbe a nehéz szituációba. De rákérdezünk arra, hogy mi ez itt ez a róka. Mi az a hamisság, ami téged így... Mi az a hamisság? Kijött a torony, a virág és a kulcs.
Nekem ebből az jött, amikor már raktam le a gondolatba, már jöttek a fejembe, hogy nem tudtál róla, észre sem vetted, mert annyira nagyon jól elzárták előled az igazságot, és elkendőzték mindenféle kis ajándékokkal, mindenféle kis csecsebecsékkel, ilyen szemfényvesztő módon, hogy lehetőséget sem volt arra, hogy te meglásd a valóságot. És még megkérdezem, hogy mi ez a kulcs, mi lesz itt a megoldás, vagy mi az, ami majd ráébreszt téged erre, erről tudhatunk-e meg valamit? A kulcsra kérnék szépen. Kijött a medve és a nap, és ez az jött közbe, hogy lesz valaki, aki meg akar téged védeni, és ő lesz az, aki megvilágítja az egészet, megvilágítja a kulcsukat, ahova a megoldás kulcsa beleillik, és ő fogja fellépenteni a homályról a fátyrat, és ez is valószínűleg zavarni fog, hogy nem te magadtól jöttél rá, de megkérdezzük ezt a útkereszteződésre, milyen lehet, vagy milyen információ érkezik még. Hát igen. És mi vár utána? Ki jött rá a... Mi jött ki rá? A korbács. Közben elfelejtettem, annyira gondolkodtam. Ki jött a korbács, a hűség, a felhő és a kígyó. És... mint ahogy mondtam, hogy az útkereszteződésnél egy döntések sorozatát kell meghozni, és ez nagyon fájdalmas lesz. Fájdalmas lesz, hosszú ideig fog fájni, viszont ahhoz, hogy ezekre a titkokra fény derüljön, ehhez mindenképpen szükség van erre, hogy ezeket a döntéseket, ezeket a választásaidat meghozd, mert a felhő és a kígyóit azt jelenti, hogyha ha ezek a rejtve, vagy eddig rejtett dolgok a felszínre kerülnek, akkor azzal nem csak te, hanem nagyon sok mindenkinek a segítségére lehetsz azzal, hogy rálátnak az igazságra. És ez biztos, hogy fájdalommal jár, és ez biztos, hogy olyan szituáció lesz, amikor neked kell az erőt magadból mutatni, hogy te képes vagy ezt feldolgozni, hogy te képes vagy elviselni azt is, hogyha ezért téged mondjuk hát megköveznek idézőjelben, tehát hogyha kigyót békát kiabálnak rád, de ez a saját jól felfogott érdeket, hogy ezt meg tud tenni. És ha ilyen szituációban vagy, amelyikre ez a helyzet így jellemző, és ilyesmi történik, akkor itt az a tanács neked, hogy tényleg az a legjobb, hogy tegyél pontot a végére, és a pillanatnyi felháborodást, vagy a pillanatnyi ellenségeskedést a környezetedből, azzal ne törődjél, sokkal inkább azzal törődjél, hogy ez számodra milyen hosszú távú eredményekkel jár.
és minden jel arra mutat, hogy pozitív eredményekkel jár. Úgyhogy köszönöm, hogy itt voltál, köszönöm, ha meghallgatod, megírod a véleményed, megosztod a videót, lájkolsz, feliratkozol, és minden jót kívánok hozzá, sok erőt, kitartást és türelmet. És akkor lássuk, hogy a második csoportot választóknak milyen üzenet érkezik, mert ez egy nagyon nehéz feladatot rejtő üzenet volt. A másikat talán meglátjuk, hogy talán másféle lesz, úgyhogy lássuk, hogy a második csoportot választóknak milyen üzenet érkezik a következő 2 napra. Milyen üzenet érkezik a második csoportot választóknak? Milyen üzenet érkezik számotokra? Kijött a kelyhek ásza, a kardok 7-ese, a kardok 9-ese, a világ és a kelyhek 4-ese. És ez alapján azt gondolnám, hogy igaz, hogy érkezhet egy új érzelmi lehetőség. És ez nem biztos, hogy szerelem, nem biztos, hogy párkapcsolat. Ez lehet valamilyen családon belüli új érzelmi megnyilvánulás. De itt van a kardok 7-ese mindjárt utána. Azt is mutatják, hogy nagyon óvatosan fogadjátok ezt az új kezdetet. Bár úgy tűnik először, hogy nagyon túlcsordul érzelemmel, és nagyon-nagyon jó lehetőség, és nagyon kellemes, és nagyon pozitív, és minden-minden nagyon-nagyon. De itt van mögötte 2 kardoklap, méghozzá a 2 legvacakabb kardoklap, mert a kardok 7-ese a hamisságok, hazugságok, becsapások, szóval minden, amit ilyen el lehet követni, függőségek, és a kardok 9-ese pedig azt mondja a következő lépésként, hogy ha ebbe így szépen belesétáltok, ebbe a hamisság csapdájába, akkor utána rengeteg álmatlan éjszaka, rengeteg gondolkodás, agyalás, nehézségek, minden olyan következik, amit igazából hát el lehetne kerülni, hogyha ezt a kejhakász a momentumot, ezt az érzelmi, új érzelmi utat azt mondjuk hát kevesebb lelkesedéssel fogadnátok, mondjuk inkább így, hogy ilyen kellő tartózkodással, igen. De nem kell elhinni, hogy az tényleg úgy lesz, hanem ilyen óvatosan. És ha ez sikerül megoldani, akkor ez egy olyan leckét tudnátok befejezni, vagy egy olyan leckét tudnátok megcsinálni, életleckét, inkább így mondom, amin már lehet, hogy régóta küzdötök, amin már lehet, hogy nem ez az első ilyen lehetőségetek. Mert például lehetséges az, hogy már többször volt ilyen ajánlat az életetekben, ami nagyon szépnek tűnt elsőre, nagyon kedvezőnek, szinte úgy tűnt, hogy ez az álmaitok beteljesülése, és akkor utána a végén, amikor mondjuk szakítás lett belőle, vagy meg kellett szüntetni, vagy ott kellett hagyni munkahelyet, vagy bármit, akkor kiderült, hogy ó, dehogy is, és rengeteg fájdalommal és rossz érzéssel járt, és már a többedik alkalommal is belesétáltatok ebbe a csapdába, de most azért vagytok itt, hogy meghalljátok, hogy ismét közelek felétek egy ilyen,
amit viszont nagyon okosan, nagyon ügyesen ki tudtok cselezni, és meg tudjátok oldani, és le tudjátok végre ezt az élet feladatotokat, ezt az élet leckéteket meg tudjátok oldani, és egy teljesen új lehetőséget tudnátok befogadni, hogyha ezt így megtennétek. Míg ha nem teszitek meg, akkor megint itt a kardok, vagy a kelyhek négyes a végén, ez a végén, az unalom már elég volt ebből, hogy én nekem mindig ilyenek jutnak, ez a gondolatérzés menet lenne, de kellő odafigyeléssel, kellő tartózkodással ezzel meg tudnátok változtatni az életeteket. Mert ez nem csak egy életlecke megoldás lenne, hanem tényleg azt jelenti, hogyha lezártok egy ilyen életleckét, egy életfeladatot, ezt így megoldjátok, akkor a következő az egy jobb lesz. Lehet, hogy nem lesz olyan szuper, lehet, hogy nem olyan lesz a következő, vagy az utána következő kapcsolat, amire vágytok, vagy eddig vágytatok volna, viszont az a kapcsolat már lehet, hogy tartós lenne. Az a kapcsolat már lehet, hogy tényleg értékelne titeket, és nem csak eljátszaná a ti vélt kedvesetek a kedvességet, hanem valódi kedvességet kapnátok tőle, és lehet, hogy nem lenne piros Teslája, vagy fehér BMW-je, lehet, hogy csak tömegközlekedéssel járnátok, de tőle valódi kedvességet kapnátok. És ebben az esetben az a kérdés, hogy melyiket választanátok. Na, ezt most megkérdezzük, hogy mit jelent itt ez a kardok hetese. Hát, ha kapunk róla bővebb információt, hogy mi lesz ez a megkörnyékezés, mi lesz ebben az a dolog, ami hát nem igaz. Érmék királynője és főpapnő, húha! Ez a kettő dolog, ez a két lap azt jelenti, hogy bizony ebben a tesztben, ami érkezik felétek, mind az anyagi világhoz való hozzáállásotok, mind a hitbeli fejlettségetek, tehát a lelki fejlettségetek is tesztelve lesz, még a kardok 9-esére is rákérdezek, hogy milyen módon esetleg. A kardok apródja és az akasztott ember. Hát azt nem mondja meg, hogy milyen módon. Viszont azt igen, hogy amit az előbb mondtam, hogy ha a dolgok mögé láttok, akkor megláthatjátok azt, hogy mi várna rátok, hogyha ti ebbe belemennétek. És talán ez fogja megadni a megoldást, hogy hogyan bújjatok ki ebből az érmék királynője, főpapnő által jelzett hátsó szándékokból. Tehát, hogy mind anyagilag, mind lelkileg megkörnyékez benneteket majd ez a kelyhek ásza, és ettől lesz olyan nehéz, hogy most ennek tartózkodóak legyetek vele szemben, de azt mutatják a lapok, hogy képesek vagytok meglátni az igazságot, képesek vagytok meglátni, ha egy új szempontot néztek, új szemszögből nézitek, és ezzel rengeteg időt spórolnátok meg magatoknak, rengeteg fájdalmat, mint ahogy mondtam, így a kardok 9-esével, mert nem mennétek bele már megint egy olyan helyzetbe, amiből ti úgy jöztök ki, hogy szörnyű volt.
már megint szörnyű. Úgyhogy nektek, ez a kettes csoportnak ezt tartogatják a következő napok, egy-két sok nap. Szóval legyetek résen nyitottak, és fedezzétek fel azt, hogy mi van bennetek, és nem a másikra koncentráljatok, magatokra. Magatokra koncentráljatok, hogy képesek vagytok ti erre, nyitottak vagytok ti arra, hogy meglássátok a háttér szándékot, a mögöttes szándékot, és ha erre így kezdtek bele egy dologba, nem azt jelenti, hogy el kell utasítani, csak azt, hogy képesek vagytok meglátni a mögöttes szándékot, ha van mögötte, akkor sikerrel is jártok. Köszönöm, hogyha itt voltatok, megnéztétek. Köszönöm, ha lájkolsz, és feliratkozol, és megosztod a videót, és megírod a véleményed, vagy azt, hogy mit tapasztalsz, és mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!